Először Radó Péter oktatáskutatóval beszélgetünk. Péter, nagyon köszönöm a türelmedet is. És ha nem bánod, akkor vágjunk bele azzal, amit egyszer te is valahol egy cikkben olvastam, és te is megfogalmaztad, hogy Lannert Judit fogalmazta meg szerinted ő pontosan, hogy a szülők legnagyobb része a saját múltját képzeli el a gyermeke jövőjeként. És szerinted mi ezzel a gond? Hogyan van vele gond, és hogy milyen oktatásra lenne szüksége a gyerekeknek most a 21. században? Jó estét kívánok mindenkinek! Azért használom elég sokat ezt az idézetet Lannert Judit kolléganőmtől, mert bizonyos értelemben tűpontos. Tehát szóval a legtöbb szülő úgy van az iskolával, hogy vannak bizonyos iskolai élményei, ezek az iskolai élményei jelentős része jó, egy más része rossz, és azt gondolja, hogy egy jó iskola az, amit ő jó iskolának élt meg 20, 30, 40, 50, akárhány évvel ezelőtt. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan mindenki tisztában van vele, hogy egy egészen brutális mértékben megváltozó világban élünk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol a szemünk láttára válik érvénytelenné rengeteg minden, amit eddig tudtunk, és rengeteg minden vált érvénytelenné abból, ahogy eddig tanultunk dolgokat. Ezt külön-külön mindenki ismeri. Tehát hogy nem kezdem el hosszasan sorolni, hogy milyen hatása lesz a saját személyes életünkre a klímaváltozásnak, a globalizációnak, a technológiai változásoknak, a nemi szerepek átalakulásának, a munkaerőpiac átalakulásának, a migrációnak, demográfiai változásoknak. És ezeket hosszasan lehetne sorolni. Ami ebben érdekes az, hogy milyen együttes hatást gyakorolnak majd, úgy együttesen és összességében hogyan változtatják meg azt a világot, ami akkor veszi körül a gyerekeinket, amikor kilépnek az iskolarendszerből. Mondjuk, ha valaki most belép az iskolarendszerbe, akkor mondjuk 18-20-22 év múlva történik ez meg vele. Tehát ez az egészet nem nagyon értjük, nem tudjuk, hogy mivé állnak össze ezek a dolgok, ezért már egy jó ideje nem abból indulunk ki, hogy mit gondolunk arról, hogy milyen tudásra van szüksége a gyerekeknek. A tudásra abban az értelemben, ahogy ezt régen értettük, tehát információra tulajdonképpen nincs is szükségük. Most már úgy tekintünk erre a dologra, hogy az információ az a tudás nyersanyaga, a tanulás nyersanyaga, és nem a tanulás célja. Tehát tulajdonképpen úgy kellene gondolkodnunk oktatásról, hogy mit teszi képessé a gyerekeket arra, hogy amikor 20 év múlva ebbe a mostanihoz képest borzasztóan megváltozott világba kilépnek, akkor képesek legyenek alkalmazkodni. Nem valamihez alkalmazkodni, hanem bármihez alkalmazkodni. És ez a bármihez való alkalmazkodás, az tulajdonképpen leír egy készségegyüttest. Ez az, amit úgy szoktunk hívni, hogy szépen ős magyar elejénktől ölökölt kifejezésekkel élve adaptív készségek, vagy transzverzális készségek, ilyenek, mint a probléma megoldás, kreativitás, együttműködési képesség és hasonló. És azt is tudjuk, hogy vannak bizonyos ilyen küszöbb készségek, vagy küszöbb kompetenciák, amik nélkül már ma sem lehet boldogulni, és 15-20 év múlva még kevésbé lehet majd boldogulni. Ilyenek például a digitális kompetenciák, ilyenek például az interkulturális kommunikáció képessége, ilyenek például az angol nyelv, nem általában az idegen nyelvek, bár minden idegen nyelv gazdagít minket, hanem az angol nyelv, ami az internetes kommunikáció miatt abszolút mértékben a lingua franca lett, tehát a globális kommunikáció nyelve lett. Tehát nagyjából azt tudjuk, hogy az iskolának egészen másfajta célokat kellene követnie, de hogyha ezt tudomásul vesszük, akkor azt is tudjuk, hogy egészen másképpen kellene működnie az iskolának. Nem tudom, hogy a válasz volt-e a kérdésre, amit feltettem. Hát abban a részben igen, hogy akkor mik legyenek azok a készségek, szerintem majd még ezt ki is bontogatjuk, de hogy, és mert értem azt is, hogy az iskola hogyan nem ad erre választ, de mi kanyarodhatunk direktben arra, engem nagyon érdekelne, hogy és akkor erre most a szülők mit tudnak lépni?
vagy hogy hogyan tudnak első, második és akár hanyadik lépést megtenni. Szóval mi legyen az első dolguk, ha azt akarják, hogy jól készítsék fel a gyerekeiket, mondjuk a 20 év múlva lévő érettségükre, 18 év múlva? Azt hiszem, hogy egy ilyen változó időszakban, mint a mostani, minden eddiginél fontosabb, hogy egy kicsit tudatosabbak legyünk szülők. És ahhoz, hogy tudatosabban legyünk szülők, ahhoz valószínűleg azt kell megértenünk, hogy hogyan tanul a gyerek. Most a gyerek, a tanulásról rengeteget tudunk, és egyre többet tudunk, főleg amióta a neuroscience, az idegtudományok is támogatják a tanulásról szóló tudásunk gyarapodását, azóta egyre többet tudunk. És az uralkodó tanulás elméletek nagyjából abból indulnak ki, hogy a gyerekek nem készen kapva elsajátítják a tudást, tehát az a szerep, hogy mi töltjük az ismereteket a gyerek fejében, ez egy nem létező szerep, ilyen nincsen. A gyerekek saját maguk konstruálják a saját tudásukat. És ez a tudás akkor konstruálódik, akkor jön létre, hogyha ez ráépül a gyerekek korábbi tapasztalataira, a fejükben lévő megismerő rendszerekre, hogyha aktívan részt vesznek a tudásukban, a tanulásukban, tehát nem passzív elszenvedői a tanításnak, hanem aktív cselekvésen keresztül tanulnak, akkor tanulnak a gyerekek, hogyha szeretik azt a tevékenységet, amit mi tanulásnak hívunk. Ugyebár azok, akik régen jártak iskolába, azok megtanulták már, hogy a tanulás az görcsös szenvedés, amit meg kell küzdeni a tudásért. Ezt egy jobb, hogyha elfelejtjük. Tehát igazándiból ez a tudáskonstrukció, ez akkor zajlik jól, ha a gyerek örömmel és motiváltan vesz részt abban, amit tanul. És még egy dolog, amit nagyon fontos megtanulnunk a tanulással kapcsolatban, hogy annak nem a célja abban az értelemben a sikeresség, ahogy ezt az iskola méri, vagy általában az iskolák mérik. Tehát minden szülő érzi azt a nyomást, hogy hogy a gyerekének magas teljesítményt kell nyújtania ahhoz már óvodában, hogy bekerülhessen abba az általános iskolába, ami bejuttatja abba a középiskolába, ami bejuttatja abba a felsőoktatási intézménybe, ami biztosítja, hogy sikeres legyen. Tehát van egy ilyen erős versenynyomás a szülőben, van egy erős teljesítménykényszer a szülőkben, és nagyon sok esetben emiatt, amikor a iskola maga nem feltétlenül versenyelvű és teljesítményelvű, a szülők maguk azok, akik felerősítik ezt a bizonyos teljesítménykényszert, ami nem biztos, hogy feltétlenül jó. Tehát egyszerűen az kell, a szülőnek pontosan ugyanarra kellene törekednie szerintem, mint amire egy jó iskolának törekednie kell, mégpedig arra, hogy hív végtelenül gazdag, tanulási élmények végtelen gazdagságát próbálja fel kínálni a gyereknek. És a gyerek nem csak akkor tanul, amikor ül egy osztályteremben, hanem akkor is tanul, amikor a kisautóval játszik a szőnyegen, homokvárat épít a játszótéren, vagy focizik egy sportegyesületben, vagy zenél, vagy gyakorlatilag a tanulás kontextusa bármi lehet. Tehát mindenbe próbálja ki magát a gyerek, és nem baj, hogyha kudarcot van, mert a gyerek saját maga el fogja tudni dönteni, hogy miben talál örömet, és amiben örömet talál, abban energiát fektet, és amiben energiát fektet, abban sikeres lesz. Szóval jól értelmezem, mert nem tudom, inkább csak kérdés, hogy egy szülő akkor vét leginkább első lépcsőben, amikor a teljesítmény neki azt jelenti, hogy bemagolta-e azt a lexikális valami tudást, és ezt próbáljuk meg elfelejteni, mert nem ez a teljesítmény, jól értem. Nem az ötös a teljesítmény. Nem az ötös a teljesítmény. Szabad egy kicsit anekdotázni? Persze. A Magyar Bálint, amikor oktatási miniszter lett 2002-ben, akkor az általa követett oktatáspolitikát azzal próbálta meg igazolni, hogy a szülők túlterhelik a gyereküket. Az iskola túlterheli a gyerekeket. De mivel óvatos Duhaj volt, és korábban szociológus volt, megrendelt egy tanulói munkatehervizsgálatot, és abból az derült ki,
hogy a Magyar Bálint tényleg túlterheli a gyerekeit, és a középosztályi szülők csak ugyan túlterhelik a gyerekeket, de maga az iskola a gyerekek elsőprő döntő többségét alulterheli. A középosztályi szülőkben van nagyon erős ez a teljesítménykényszer, és a középosztályi szülők azok, akik sportolni járatják a gyereküket, zeneiskolába járatják a gyereküket, külön angolra járatják a gyereküket, külön matekra járatják a gyereküket, ami nem baj. Az a baj, hogy ezt valami verseny vagy teljesítménykényszer miatt tesszük. Azért járatjuk zene iskolába a gyerekeinket, mert azt gondoljuk, hogy a státuszukhoz hozzátartozik, hogy zongorázzanak. Azért járatjuk külön angolra, hogy tökéletesen megtanuljanak angolul, és plusz nyelvvizsga pontszámaik legyenek, amikor jelentkeznek az egyetemekre. Tehát, hogy fel lehet ezt lazítani, lehet terhelni szerintem a gyerekeket, minden további nélkül, de ki lehet alakítani egy olyan, ha úgy tetszik, tanulási portfóliót a gyerek számára, ami arról szól, hogy olyasmit csináljon, amihez kedve van, valamit kell csinálnia, nyilvánvalóan, mert bizonyos értelemben mindannyian abban a helyzetben vagyunk, hogy kompenzálnunk kell azt a sivárságot, amit tanulási értelemben a legtöbb magyarországi állami iskola nyújt, de ezt nem kell feltétlenül valami teljesítménykényszer miatt csinálni. Az én gyerekeim mind sportoltak, és kötelező volt sportolniuk, de azt csináltak, amit akartak, hogyha valamelyikük elkezdett kajakozni, és egy év után megutálta, akkor kitalált magának valami mást, és ő találta ki, hogy mit akar csinálni, és előbb-utóbb mindegyik talált magának olyan sportot, amit élvezett. Ha ez a példa, mond valamit. Ez tök jó, viszont ugye, tehát azt mondod, hogy akkor a szenvedés az nem tanulás, a tanulás az, amit az ember, a gyerek, felnőtt, bárki örömmel csinál, és szívesen teszi bele magát, és élménye. De mi van mondjuk az angollal? Tehát, hogy van, azt akarom kérdezni, hogy biztosan minden esetben úgy van-e, hogy nem célra vezető, ha valaki szenved. Tehát tegyük fel azt, hogy nehéz valakinek az angolt tanulni, de pont az imént mondtad, hogy az angol az nem is az általában az igénye, az angol az kell, az alap, és az alappá vált mostanra. Angol az kell, de változatlanul azt gondolom, hogy nagy különbség van a szenvedés típusú angol tanulás és a játék típusú angol tanulás között. Én azt hiszem, általános iskolában harmadikban kezdtem el angol tanulni, és igazándiból akkor tanultam meg angolul, amikor gimnazista koromban a barátaimmal zenekart csináltunk, és lefordítottuk a Jézus Krisztus szupersztár teljes szövegkönyvét, és hihetetlen mennyiségű dalszöveget fordítottunk. A nagyobbik lányom úgy tanult meg angolul, hogy végignézte a Sex és New York, azt hiszem 7 vagy 8 évadát. Tehát nem kell az angol nyelvnek, tanulásnak, kínszenvedésnek lennie. Szerencsére az angol nyelv a tipikusan egy olyan kommunikációs eszköz, aminek a tanulása beágyazható egy millió különböző dologba. A fiam szifimániás volt, irgatlan mennyiségű Star Trek Enterprise filmet nézett meg a Sky One csatornán, ahol angolul mentek ezek a filmek. Ő így tanult meg angolul. Tehát ezt is lehet értelmesen, játékosan, szórakoztatva, mind kell hozzá az iskola, mert azokat a nyelvi alapokat, amikkel aztán hozzásegítenek ahhoz, hogy megértsünk egy Enterprise részt a Sky One csatornán, ahhoz az iskolában tanuljuk meg, de ha csak ez az iskolai kínszenvedés van, akkor garantáltan nem fogunk megtanulni angolul. Mm-hmm. Jó, szóval akkor az első lépés, amit szülőként tehetünk, hogy felejtsük el a szenvedést, megpróbálni átadni a gyereknek, mert az nem lesz. Ne felejtsük el azt, hogy a gyerek pont úgy munkát végez, mint mi felnőttek. Tehát ne felejtsük el, hogy a gyereknek időt kell szánnia arra, hogy olyan tevékenységeket vegyen részt, olyan tevékenységben vegyen részt, amiben tanul is. Egy jelzem, szinte bármiben tanul, de azért fontos, hogy a tanulás az a bizonyos értelemben célirányos legyen. Azt felejtsük el, hogy mindeközben feltétlenül szenvednie kell. Uh-huh.
hogy engedjük el azt, amit az elején Lanner Judittól citáltál, hogy vagyunk mi, és van a mi múltunk, és abból tudunk kiindulni. De közben van az, hogy van egy digitális világ, ami már tegnap is egész más volt, mint amilyen ma, és holnap meg aztán pláne más lesz. Szóval, hogy nincs készletünk erre, hogy ezt megtűjteni. Szóval, hogy tudnánk ezt szülőként megtenni, vagy megcselekedni, hogy ezt... Hát rengeteg példát lehet erre is hozni, de az egyik ezek közül talán az, hogy ne csináljunk úgy, mint az iskola, ami a tanulástól távol tartja az online környezetet. Tehát a magyarországi iskolák és általában az iskolák valami döbbenetes a hatékonysággal tartják távol az online eszközök használatát a tanulástól. Nekünk nem kell ezt tenni. Tehát, hogy egy gyerek kérdez valamit, akkor minden további nélkül lehet neki azt mondani, hogy egy perc alatt megtalálod a neten. Ha a gyereknek dilemmája van, akkor azt lehet neki mondani, hogy ezt kutassa le, és önállóan keressen meg az alternatívákat. Ha azt látjuk, hogy a gyereknek az a problémája az iskolában, hogy nem tudja felsorolni egy töri dolgozatban a Szovjetunió 20 millió hősi halottját név szerint, akkor nem feltétlenül kell büntetnünk a gyereket a kettes miatt. Ha azt látjuk, hogy a gyerek nagyon kreatívan oldott meg valamit, noha az iskola nem vált tőle kreatív megoldást, ami azért jutalmazzuk érte, egyszerűen nem kell feltétlenül az iskola elvárásainak megfelelően viselkednünk szülőként. Az persze egy probléma, hogy ezt tudjuk-e kommunikálni az iskolával, hogy olyan iskolába jár-e a gyerekünk, ahol a pedagógusokkal a mi elvárásainkat meg tudjuk beszélni, és ahol a pedagógusok hajlandóak közelíteni a mi elvárásainkat. Az állami iskolák jellemzően nem ilyenek, és utóbbi időben különösen nem ilyenek, mert hogy egy ilyen zárt, gyárszerű intézményt csináltak az összes iskolában, ami nem volt ilyen, abból is ilyet csináltak, és az iskolák ilyen a pedagógusoktól még minden eddiginél elzárkózóbb iskolákká váltak. Tehát mázlink van, ha olyan iskolába jár a gyerek, ahol lehet iskola, pedagógusok és szülők között kommunikáció ezekben a dolgokban, de még egyszer mondom, ne az iskola legyen az, ami meghatározza, hogy mi mit gondolunk arról, hogy a gyerekünknek egész pontosan hogyan kell eljárnia. És szerinted milyen skilleket vagy kompetenciákat kellene fejleszteni a gyerekekben, összességében innen nézve, illetve hogy mire van nekik igényük, hogy változott ez meg az elmúlt, nem tudom, és sok évben, de inkább nézzük az utóbbi éveket. Szóval ebben... Nemrég publikáltál egy cikket, nem a mait, hanem egy korábbit is, abban azt hiszem hivatkoztál is egy 2009-es Egyesült Államokbeli kutatásra, ami elég részletesen taglalja ezt. Most a végén kezdem, annak a kutatásnak, amit abban a cikkben hivatkoztam, az azért volt borzasztóan izgalmas, mert hogy van ez a bizonyos konstruktivista pedagógia, ami nagyjából arról szól, jelenlegi tudásunkat foglalja össze arról, hogy hogyan tanulnak a fiatalok, és ennek meg kell, hogyan kellene őket tanítani. És van egy kutatás, 11 ezer netgeneráció fiatal körében végzett kutatás, ami arról szól, hogy ennek a nemzedéknek milyen igényei, milyen elvárásai vannak bármivel szemben, többek között a tanulásra és az iskolával szemben, és hogyha az ember a netgenerációs fiatalok elvárásait nézi, az olyan, mintha egy ilyen konstruktivista pedagógiai bevezetést olvasna. Tehát azok, akik a netgeneráció, akik ebben a világban nőttek fel, amilyen egyre inkább válik a világunk, azok azt várják, hogy megőrizzék az integritásukat, hogy minden személyre szabott legyen, hogy minden testre szabható legyen, hogy mindenben legyen valami fajta innováció, hogy mindenben legyen valami fajta játék, és az a hosszú pedagógiai rizsa, amit én eddig a beszélgetésben nyomtam, az mind erről szól. Úgyhogy lehet, hogy a szülőként is érdemes odafigyelnünk arra,
hogy mit mond a saját gyerekünk arról, hogy hogyan szeret tanulni, és pontosabban mit szeret tanulni, és hogyha nem tudom, az én fiam szokott engem azzal szórakoztatni, hogy nem érti, hogy miért van rajtam egy ilyen single purpose eszköz, mint a karóra. Nem testre szabható, egyetlen funkciója van, teljesen értelmetlen a dolog. Tulajdonképpen igaza van. Ne adjunk single purpose eszközöket a gyerek kezébe, hanem olyasmit adjunk, amiből ő ki tudja hozni azt lehetőleg kreatív módon, amit ki akar hozni. És nincs ezeknek a dolgoknak egy kimenetele. Tehát nem kell standardizálnunk azt a gyerekek tevékenységeit, nem kell, mert nem kell arra törekednünk, hogy bármit csinálnak, a vége karóra legyen. Bármi lehet a vége. Köszönöm szépen. Mit szólnál hozzá? Én azt javaslom, hogy most már vonjuk be a többieket is, akiket meghívtunk még a beszélgetésbe, és akkor itt van velünk Barát Barna, Halácsi Péter és Bojár Gábor. Valamennyien valahogy, hát szülők is, meg iskola alapítók is, ugye a Halácsi Peti a Hősök Tere alapítása mellett a Budapest School egyik alapítója és ügyvezetője. Szia Peti, köszi, hogy itt vagy. Barát Barnáiknál folyamatban van valami, amit úgy hívunk, hogy Real School, és a Real az nagy betűkkel, ő ennek az alapítója, meg megálmodója, ha jól tudom. Aztán majd ezt jól kifejtjük, hogy ez miért ilyen nagy betű, és hogy miért van ez az egész. És Bojár Gábor pedig a Graphisoft mellett, ugye 10 évvel ezelőtt eldöntötte, hogy egy ugye más, mint a Barna és a Petiék, mert hogy ti kicsi gyerekkortól kezdtek foglalkozni gyerekekkel, Gábor pedig alapvetően egyetemistákkal, de hogy az EIT-t, az Aquincumi Technológiai Intézetet alapította meg. De az első kérdésem az, hogy egyébként ti miért kezdtetek bele? Nem mondjuk, hogy minden szülő alapítson iskolát, de mi volt a ti motivációtok, amikor belevágtatok abba, hogy csináljunk valamit másként? Bárkinek ér, de ha bárki így tág, akkor Barna, mondjuk kezdte. Ajaj, most éppen nem hallunk téged. És most? Most már igen. Szuper, nagyon jó. Gondoltam, hogy a Péter kezdhetné, mert ők kezdték hamarabb. Nekem nagyon egyszerű oka van. Én 20 éve foglalkozom a klímaváltozással, és üzleti szempont, vagy üzleti eszközökkel próbáltam megoldani, de nem sikerült. Úgyhogy azt gondoltam, hogy most egy egész más szinten is eszközzel próbálom a világ nagy problémáit megoldani, és ez az oktatás, meg a tanulás. És azt szeretnénk, hogy olyan generáció nőjön fel, amely képes megoldani ezeket a problémákat, és ez teszi ezt örömmel, változáshoz alkalmazkodva, úgyhogy még jól is érzi magát közben. Úgyhogy egészen egyszerű célja van annak, hogy miért csináltuk ezt az iskolát. Miért Real School vagy lesz majd? Két oka van. Az egyik az, hogy nagyon sok valós életalapú tanulást alkalmazunk. Tehát a módszertan az alapvetően egy projektalapú tanulás, és azon belül a valós élettel való kapcsolódás, hogy ne 12, 18, 22 év múlva kelljen kilépni a való világba, hanem már most is a gyerekek abban vegyenek részt. A másik pedig ez egy szójáték, a real az a relevant vagy releváns entrepreneurial, egy vállalkozói gondolkodás szemléletet szeretnénk, hogy fejlődjön a gyerekekben, azt gondoljuk, hogy azzal lehet valóban tenni is valamit. Az art field, mert azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia világában a legjobb embernek maradni, és annak egy nagyon fontos eszköze a művészet, a kreativitás és a saját magunk ismeretéhez is kulcsfontosságú, tehát az meg a learning. És egyébként meg évekig gondolkoztunk neven, de ez volt a legjobb, amit kitaláltunk. Köszi nagyon. HP, te miért rágtál bele? Hát, hogyha most a személyeset mondhatom, akkor amit a Radó Péter mondott, az sok könyvet olvastam, és azt vettem észre, hogy nem mindenki mondja ezt, de hogy nagyon sokan ezt mondják, és hogy lehet-e olyan iskolát építeni, ahol ez megtörténik. Tehát, hogy ez egy kihívás, hogy akkor ez most miért nem történik? Tehát, hogy annyira egyszerű, és már a neuroscience is megmondja, akkor egyszerűen miért nem csináljuk ezt?
De ez azt hiszem a személyes, de én azért a prezi előtt tanár voltam, prezi után is hasonló dolgot csinálok. Meg hát gyerekem volt akkor 6 éves, és hát azt láttam, hogy nehéz. De hogy vannak jó iskolák, de nagyon nagy sorba kell állni, és lögdösödni, és akkor én inkább szeretek dolgozni, mint lögdösödni. Köszi. Gábor, te miért kezdtél bele? Igen, hát úgy mutattad be az Aquincum Institute of Technology-t, hogy ez egy egyetem. Nem egyetem, és nagyon fontos, hogy nem egyetem. Mert az egyetem attól hívják egyetemnek, hogy egyetemes tudást próbál adni, university vagy universal tudást, ez pedig egy nagyon-nagyon szűk területre koncentráló részképzést ad. És ez fontos, miért akartam egy nagyon szűk területre koncentrálni? Azért, mert én mindig nagyon szerény ember voltam, úgy gondoltam, hogy amit csinálok, annak a világon a legjobbnak kell lenni, de most annak van egy kulcsa, hogy a legjobban csinálj valamit a világon, hogyha valami nagyon szűk dolgot csinálsz. Ha nagyon szűk dolgot csinálsz, akkor mégis van szansz, hogy ez ugye elég jó legyen. Ha széles skálán próbálod, akkor nehezebb. Tehát egyrészt tudatosan szűkíteni akartam, mint a szoftver cégemnél, és azt mondjuk, hogy nem csak szoftvert csinálunk, hanem tervező szoftvert azon belül, építés szoftvert azon belül, háromdimenziós, a lehető legjobban próbáltuk leszűkíteni, mit csinálunk, abba egyébként a világon a legjobbak lettünk. Na, mit is gondoltam valamire leszűkíteni, a legjobbak tudunk lenni. De miért gondoltam, hogy egyáltalán oktatási intézményt kell csinálni? Hát ez egy San Franciscó-i vacsora volt 1999-ben, ami ezt a döntést megérlelte bennem. 98-ban vezettük be a céget a tőzsdére, és hát nagyon jó sikerült, nagyon jó időpontban vezettük be, sokkal több pénzt kerestünk, mint amennyit valaha reméltünk. És volt két vállalkozó kollégám, egy amerikai, meg egy francia, azzal volt mentünk el, hát nem nálunk dolgoztak, hanem nekik is volt cégük, ők is túl voltak már a tőzsdei bevezetésen, és elmentünk egy jó vacsorára, egy baráti vacsorára San Franciscóban, és arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen miért dolgozunk tovább, hiszen minden anyagi vágyunk teljesült. És abban megegyeztünk, hogy azért, mert a munka az a szenvedély, úgyhogy azért nem pénzért dolgozunk tovább. De ebben a kontextusban arról beszélgettünk, hogy mik voltak azok az anyagi vágyaink, amik már teljesültek, és tulajdonképpen nincs több. És akkor kiderült, hogy mind a hármunknak ugyanaz, hogy gond nélkül el tudjuk küldeni a gyerekeinket a világ legjobb egyetemére. Tehát, hogy ezt meg tudjuk fizetni, hogy a legdrágább oktatást kapjunk. És akkor rádöbbentem, hogy tényleg itt, tehát az oktatásnak van a legnagyobb értéke, ezt, hogyha három vállalkozó fölismerte, valószínűleg a világ is fölismerte, mármint a nálunk egy kicsit jobb világ ezt fölismerte. És tényleg hát úgy hívják ezt a társadalmat, hogy tudásalapú társadalom, a gazdaságot, hogy tudásalapú gazdaság. Itt a tudás létrehozásának, és most a tudás nagyon sokféleképpen lehet definiálni, majd arról szívesen vitatkozom egy kicsit Péterrel, csak hogy érdekesebb legyen, mármint Radó Péterrel elmondottakból. De szóval itt a tudás létrehozásának soha olyan értéke nem volt az emberiség történelmében talán, mint most. Úgyhogy azért gondoltam, hogyha lehet, hogyha a Graphisoftot sikerül eladni, mert azért akkor már éreztem, hogy a cég túl nagy lesz nekem, akkor egy új cég indításában inkább erre a tudás létrehozására próbálom megcsinálni. És akkor megkerestünk egy olyan területet, amihez úgy éreztem, hogy na, ahhoz értek, ezen múlt a Graphisoft sikere, és akkor arra a nagyon szűk területre koncentrálva megpróbáljuk a világon a legjobbat csinálni. Hát a világon a legjobbat akkor tudjuk csinálni, hogyha a világon a legigényesebb vevőknek csináljuk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az egyetemeknek fogjuk eladni, már pedig a legjobb egyetemeknek. Most egyedül szoftvermérnök képzésről van szó, mert az az egy, amihez értek, mármint a szoftvermérnök képzésnek a vevőjét ismerem, mert én úgy gondolom, hogy mindenütt a siker üzletben, a bármiféle üzletben a siker kritériuma az, hogy a vevődet jól ismert, hogy a vevőddel teljes empátiád legyen, és megértsd, hogy a vevőd mitől lesz sikeres. Na hát itt a vevő, a szoftvermérnököknek a vevője egy olyan cég, mint a Graphisoft volt, és a Graphisoft mit vár el egy szoftvermérnöktől? Azt azért úgy tudtam, úgyhogy ezért gondoltam, hogy azt a fajta tudást adjuk szoftvermérnök képzésbe, azt tesszük hozzá, ami úgy érzem hiányzik belőle. Tehát erre alapult az Aquincum Technológiai Intézet, hogy a szoftvermérnök képzéshez hozzáadni valami olyat, ami úgy érezzük ma hiányzik, és akkor érzem azt, hogy ezt a világ elismerte, hogyha a világ legjobb egyetemeinek ezt részképzésként el tudjuk adni, és hát sikerült. A top 200 amerikai egyetemből 50 már küldi rendszeresen hozzánk a diákjait,
és az úgynevezett Ivy League, ami közel egy tucat egyetemet jelent, az mindegyik küldi már. Szóval a legjobb egyetemek mind küldik hozzánk a diákjaikat, tehát lehet, hogy valami jót csináltunk. Aztán hát ennyit akartam az AIT-ről beszélni, többet talán nem, hogyha valakit még érdekel, vagy téged, mint moderátort érdekelő, mi az a részterület, amivel foglalkozunk, majd szívesen elmondom, de azt talán már ilyen széles kört nem biztos, hogy érdekel. Esetleg majd később, ha lehetőség lesz, pár dologban egy kicsit kiegészíteném, vagy ellenpontoznám azt, amit Radó Péter elmond. Meg amit én is a bevezetőben. Na, jó, és akkor indulhatunk is azzal, hogy ma az imént mondtad, hogy tudás, hogy te vitatkoznál azzal, hogy mit jelent az, hogy tudás, ahhoz képest, amit a Radó Péter megfogalmazott. Igen. Radó Péter azt mondta, hogy a tudás semmiképpen sem lexikális tudást jelent, és ugye ez volt a hagyományos értelmezése leginkább a tudásnak, tehát lexikális tudásnak. Miután a Google van, tudjuk, hogy annak van egyszerűbb módja is, mint bemagolni mindent, ezzel teljes mértékben egyetértek, de az nem jelenti azt, hogy azért a mi memóriánk azért teljesen feleslegesen van. Szóval abban a memóriában azért tárolni dolgokat van értelme, mert a nagyon sok, az igazi kreatív dolgok akkor születnek, ha a sokféle információt össze tudjuk kapcsolni. És ugye a Google-lal én megtalálok valamit, ha kíváncsi vagyok valamire, azt megtalálom, de hogy összekapcsolni azt mivel tudom, és abból mi jön ki, azt a Google nem tudja helyettem megoldani. Tehát ahhoz, hogy az a kreativitás, amit emberi tulajdonságnak érzünk egyelőre, és úgy érezzük, hogy az artificial intelligence, tehát a mesterséges intelligencia ezt nem fogja pótolni, én azt hiszem előbb-utóbb fogja ezt is. De ahhoz az kell, hogy nagyon sokféle különböző dolog azért a memóriánkban is ott legyen. Tehát azért emlékezni dolgokra nem árt, azért, hogy eszünkbe jusson, amikor kell. És aztán elmondanék egy csomó dolgot, mert a bevezetésre meg azt mondtad, hogy ugye most hogy készülünk fel arra, hogy olyan gyorsan változik a világ, hogy mire a gyerekek, akik most iskolába mennek, kikerülnek onnan, egész más világba kerülnek. Azért van egy pár dolog, ami állandó marad. Én nagyon-nagyon hiszek abban, hogy ez a világ most sokkal gyorsabban változik, mint valaha, nagyon-nagyon gyorsan, az informatikai forradalom elképesztő változásokat okoz, de még az informatikai forradalomban is van néhány dolog, ami állandó, és arra érdemes felkészíteni a gyerekeket az iskolában, meg otthon. Arra könnyebb lesz lehet, vagy gondolom én, ez is. Például állandó a szolidaritás, amiről a Hősök tere szól. Vagy együttműködés, vagy hasonlók, vagy reméljük legalábbis pont majd defelé is szerintem terelődünk. HP és Barna, tudatosan most nem a Radó Pétert kérdezem még, hogy és nektek a tudás az a ti olvasatotokban, az mit jelent, vagy mit kellene, hogy jelentsen, vagy szóval hogy nézzük ezt a ti szemüvegeteken keresztül? Én sajnos kognitív tudósokkal szembe dolgoztam, amíg az egyetemen voltam, és a kognitív tudós azt mondja, hogy semmi más nem lehet a tudás, mint hogy az agyadat megváltoztatod, vagy a memóriádat. Szóval én ezzel a vitát, ez a lexikális tudás versus memória, ezekben nem minden tudás az, hogy holnap másképp cselekszem, mint amit. Ha jön egy input, más fogok holnap csinálni. Aztán ez nekem a tudás, ez lehet zongorázás, ez lehet szerintem tök hasznos tudás egy érettségén átmenni, ha az a cél. Tehát valamire valamit csinálok jobban. Barna? Másik oldalról közelíteném ezt meg, hogy mi az, amit csinálunk, amivel foglalkozunk nap, mint nap, hogy mik a célok. És igazából itt nálunk négy terület van, amit azt gondolom, hogy iskolában érdemes, legalábbis az egy rendszere annak, amit az iskolában érdemes tudatosan, amivel érdemes tudatosan foglalkozni. Az egyik az a szárgyi tudás, tehát valós információk. Én sem gondolom, hogy a Google mindent megold, és össze kell tudni, elő kell tudni hívni dolgokat. A másik azok a készségek, erről már mindenki ezerszer beszélt. Akár 21. századi készségeknek hívjuk, én inkább vállalkozó készségeknek hívom. A harmadik terület az a szemléletmód, ugye itt jöttek be abszolút ez akár a growth mindset, akár hasonló szemléletek, de az ambíciót is ide lehet sorolni, vagy a változásra való hajlandóságot és készséget. De a negyedik, amiről nem nagyon sokat beszélünk, az a jóllét, ez a well-being. És én azt gondolom, hogy ez ugyanannyira
fontos, mint a többi, mert hogyha ha nem vagyunk jó magunkkal, ha a társas kapcsolatainkat nem értjük, nem vagyunk képesek azzal foglalkozni, hogyha önmagunkat nem vagyunk képesek kontrollálni, ha nem vagyunk egészségesek, ha teljesen zizik vagyunk, vagy semmivel nem vagyunk soha elégedettek, akkor elég nagy bajban leszünk, és én azt látom, hogy rengeteg mindent lehet ezzel egy iskolában foglalkozni. És a jól léthez egyébként csak visszakanyarodva a mi kedvenc témánkhoz, szerintem nagyon fontos az, hogyha ha mi jól vagyunk, akkor tudunk másnak segíteni, akkor tudunk mással foglalkozni, akkor tudunk másnak adni. Először föl kell venni az oxigénmaszkot a repülőn magunkra, utána tudjuk a mellettünk ülőnek, vagy akár a saját gyerekünknek is adni. Úgyhogy ez ugyan nem tudás, de az iskola szerepei közé komolyan tartozik, bár persze tudásnak is hívhatjuk azt, hogyha értem, hogy én ki vagyok és hogy működöm. Vagy legalább tudatosításnak, hogy ez erre szükségem van, és hogy értsem a saját működésemet esetleg. Radó Péter, akarsz erre reflektálni? Ha szabad, akkor igen, és igyekszem borzasztó rövid lenni. Tulajdonképpen a Gábor nem helyesbített, hanem csak pontosított. Remélem nem mondtam azt, hogy az információ nem tudás, hanem azt mondtam, hogy az információ nem a tanulás célja, hanem a nyersanyaga. Ez egy borzasztóan fontos distinkció. Ti nyilvánvalóan, ha mondjuk tudás alatt azokat a fejünkben lévő megismerő rendszereket, szimbólumokat, fogalmakat, képeket, térképeket tekintjük, amikből valójában összeáll az, amit tudásnak hívunk, azok irdatlan mennyiségű információt tartalmaznak. Az információ, ha akarjuk, ha nem, rakódik le a fejünkben, és szerencsére őrül is, tehát felejtünk is. Ezért tulajdonképpen a tanulásnak nincs más célja, mint hogy beépüljenek valami, illetve az információnak nincs más célja, mint hogy beépüljenek valamibe, amit tudásnak hívunk. És be is épülnek, hogyha illeszkednek a megismerő rendszerünkbe, ha nem illeszkednek, akkor elutasítjuk őket, vagy elfelejtjük őket, vagy egyszerűen csak észre sem veszik őket. Arra, amit Barna mondott, az attitűdök is tanulási eredmény. Tehát az is tudás. Tehát egy klasszikus példával szokták szemléltetni, hogy mi az, hogy kompetencia. A kompetencia azt szokták mondani róla, hogy az bizonyos ismeretek, készségek és attitűdöknek az összessége. És a legjobb példa erre, hogyha egy szobafestőt képzünk, akkor egyrészt szüksége van arra az információra, hogy a különböző festégeknek mekkora a viszkozitása, szüksége van arra a készségre, hogy egyenletesen hordja fel a festéket a hengerre, a falra, és egy attitűdinális eleme is van a dolognak, meg kell tanulnia utána, söpörje össze a mocskot maga után, és tisztítsa fel a helyiséget, amit jól összemaszatolt festés közben. Ez mind része a tudásnak, és nem is szétválasztható részei a tudásnak. És még egy megjegyzés, nekem egy nagyon jó megközelítés, amit a Péter mondott, hogy tulajdonképpen az a tudás, ami befolyásolja a viselkedésünket. Azért tanulunk, hogy utána valami mást csináljunk, tehát ott minden tudásban benne van valamilyen módon ennek a tudásnak a hasznosulásának a mozzanata is. Ez most megnyithatna egy nagyon komoly tudományos diskurzus, de szerintem ezt itt most zárjuk le, és inkább abba hagyom a csevegést. Köszi szerint, vagy szóval mindent köszi tőletek, szerintem mindaz fontos, amiket így elmondhatok. Én nem akarom nagyon leragasztani magunkat ennél annál a témánál, amire most mégiscsak rákérdezek, de talán elengedhetetlen a továbblépéshez, hogy milyen legyen egy jó iskola, vagy milyennek kellene lennie egy jó iskolának szerintetek ma? Jövök én. Gyere, jó. Hát azt hiszem, hogy tényleg ebben a nagyon gyorsan változó világban olyasmire kell felkészíteni a gyerekeket, ami talán állandó. Tehát a változásra arra nehéz, hát azt mondják, hogy jósolni marha nehéz, különösen a jövőt.
Tehát arra nem tud fölkészíteni, mi lesz 20 év múlva, arra tud fölkészülni, ami valószínűleg 20 év múlva is ugyanilyen lesz. Hát például ugyan egy példát már említettem, hogy a másokért tevés, hogyha a Hősök terét veszem elő, az a bizonyos szolidaritás. Hát az ember társadalomban él, és hogy tartozik a társadalomnak valamivel. Erre föl lehet készíteni a gyerekeket. Példákkal, történelemmel, bármivel, mely nemzetek mitől lettek sikeresek. A változásra nem lehet felkészíteni egy gyereket, szerinted? Hát például föl lehet készíteni önismeretre, hogy megtanulja magát, hogy ő miben jó, és ez segítheti őt boldogabb életpályát találni magának. Akkor erről szól egyébként az a szoftvermérnök képzésre alapított intézményünk, a Quicomi Technológiai Intézet, hogy a szoftvermérnököket arra készítsük föl, hogy megtalálják abból a három lehetséges irányból, amerre elmehetnek egyetem után, hogy melyik való nekik. Hogy vállalkozók legyenek, saját céget csináljanak, mert nem. Na, szinte minden mérnök erről ábrándozik, de a legtöbb nem erre való. És segítünk nekik fölismerni, hogy mitől lesznek ebben sikeresek, ha erre mennek. Vagy tudományos világba menjenek, vagy gyakorlati mérnökök legyenek. Tehát egyáltalán önismeretre tanítani a gyerekeket, az biztos, hogy mindig kelleni fog. Akkor vitatkozva egy kicsit, mert ezért hagyj vitatkozzak Radó Péterrel egy picit, hogy a teljesítmény kényszerről végig negatív kontextusban beszélt. Azért a teljesítménykényszer nem biztos, hogy rossz. Azért az emberben benne van az alapvető evolúciós ösztönként benne van, hogy be akar, hogy versenyezni akar, hogy be akarja bizonyítani valamiben jobb másoknál. Ha ez nem lenne, akkor nem lett volna evolúció. Tehát ezt mondjuk, tehát helye, azért az nem biztos, hogy rossz, hogy azt mondom, hogy versenyezni szeretnék, hogy meg szeretném mutatni, miben vagyok a legjobb. Vagy hogy a környezetnek meg akarok felelni. Nem akarjuk azt, hogy elvárásoknak megfelelni. Egész életünk arról szól, hogy elvárásoknak meg kell felelni, csak nagyon sokféle. A környezetünk, a társadalmunk elvárásának meg kell felelni, a családunk elvárásainak meg kell felelni. Tehát elvárásoknak való megfelelés, készség építése, az azért nem biztos, hogy olyan rossz. Tehát, hát ezeket akartam. De például megint még egy irogattam magamnak, hogy mi lehet, ami állandó és valószínűleg 20 év múlva is ugyanilyen lesz. Például, és itt látom, Polgár Jutkát láttam az előbb a képe, amit ő csinál például a sakk oktatása, azon belül nem azért, hogy jó sakkozókat neveljen, hanem azért, hogy stratégia alkotás, megtanulják a gyerekek egész korai iskolában, hogy mit jelent az, hogy stratégiát alkotok. Nem tudom, hogy jól értettem a lényegét az anyagodnak, Jutka, de azt hiszem valahogy ilyesmi, amikor egyszer hallottam egy előadásodat, az például valószínűleg 20 év múlva is kell majd tudni stratégiát alkotni. Tehát amire koncentrálhat az iskola, nem az, hogy megjósolja, mi lesz 20 év múlva, ez lehetetlen, de valami olyasmit helyezzen az oktatás középpontjába, ami öröknek látszik. És a történelemben, mi azt mondta a történelem tanárunk, hogy azért érdemes megérteni a múltat, mert abból talán megsejthetjük a jövőt. Tehát sok mindenre lehet azért a történelemre, hogyha valaminek keressük analógiáját a történelemben, az is segít. Tehát azért mondom, hogy mi lesz pontosan 20 év múlva, azt nem tudjuk, de hogy mi az, ami állandó volt a történelem során, az talán állandó lesz 20 év múlva is. Köszi, Gábor. Judit, meg lettél szólítva, ha gondolod, és ha van hozzátenni, hogy szólnál, akkor nyugodtan. Polgár Judit. Köszönöm, hogy behoztad a sakkot, Gábor, és a jó gondolatokat. Hát ugye általánosságban az iskolával kapcsolatban, ugye nekem nagy tapasztalatom nincs, viszont a gyerekeimen keresztül vegyesek a tapasztalataim. Tehát engem például mindig érdekel, és mindig, amikor vitatkozom ismerősökkel arról, hogy az iskola ez az jó-e, akkor alapból áltempó azt szokták mondani, hogy na de kell a szocializálódás. És erre mondom én azt, hogy hát, hogyha csak a szocializálódás a plusz, amit az iskola ad, akkor azért mégse stimmel valami. Én úgy gondolom, de a jövőt tekintve meg én bizony a programjainkon keresztül mi nagyon fontosnak, illetve a legfontosabbat azt látjuk a gyerekeknél, óvodai program és alsós gyerekeket tanítunk, illetve a pedagógusok, hogy gondolkodásmódot tanuljanak, hogy tényleg a rugalmasság talán a változásoknak a
megszokása, természetesen lévő kezelése és önbizalommal tudjanak váltani, egyszerűen eligazodni a világnak a különböző kihívásaiban. Mert, mint láttuk, 2020-ban azért volt egy-két páratlan fordulat az életünkben, és attól félek, hogy azért lehetnek hasonló nehézségek, és az, hogy pszichésen stabilak legyenek a gyerekek, az a legfontosabb. Ebből adódóan úgy gondolom, hogy azért leginkább a neveléssel kapcsolatos dolgokat nem csak a pedagógusoknak kéne tanítani, hanem a szülőknek is. Ezen mi majd rajta leszünk. Köszi, Judit. HP, Peti, szerinted milyen egy jó iskola? Meg Barna, nem is akarsz, szóval, hogyha nem bánjátok, nyugodtan beszélgessünk, nem is kell így adnom talán a szót. Én nem szoktam belemenni a mit tanítson az iskola beszélgetésbe, mert mindenkinek nagyon sok ötlete van. A szülőktől meg szoktam kérdezni, hogy jó, és mit vegyen ki az iskola. Ez Vekertitől tanultam, tehát hogy és ez egy nehezebb beszélgetés. És hogy mindenki önismert, kreativitás, kollaboráció, sustainability, mindent szeretnénk. És hogy mi azzal kísérletezünk, hogy hogyan működjön az iskola. Tehát, hogy nem tud megváltozni a 20. századi iskola erre. Tehát, hogy még fölvenni új dolgokat, ez csak szorongás a szülőknek és a tanároknak. Amíg nem húzunk ki, addig itt semmi nem lesz. És sajnos le kéne ülni ennek a társadalomnak, és megbeszélni, hogy mit húzunk ki, mert a szakértők elmondták a Zoom-on, hogy... És amíg ezt nem húzzuk ki, addig nekem tök mindegy a beszélgetés, mert úgyse lesz semmi. Mert 33 kötelező órája van ma a köznevelésben egy gyereknek. Most tényleg hova rakjuk már be a kreativitást? Vagy az önismeretet? Tehát, hogy szerintem, és hogy a struktúrában meg az, hogy nem a 19. századi vállalatokat kéne mintázni, hanem a 21. századi vállalatokat. Köszönjük a Covid-nak, megtörtént. Tehát, hogy ha mindenki le fog érettségizni ebben az évben is, meg tavaly is, akkor nagyon nehéz lesz a jelenléti oktatással sokáig érvelni, bár meg fogjuk még tenni néhány évig, de mindegy, úgyis vége. Tehát, hogy van adatunk rá, hogy nem kell. Igen. Köszi. Barna? Hát ez nagyon érdekes, mert én egy másik oldalról, de azt hiszem, hogy gondolkodunk ki, hogy nem az a cél, hogy mit szeretnénk tanítani, vagy akár tanulni. Ennek az egész sztorinak a háttere nekünk egy Green School nevezetű iskolából jön, Baliról, a dzsungel közepéről, és azt hiszem, hogyha egy dolgot kellett ott vagy onnan elhozni, akkor az volt, hogy tényleg nem az a legfontosabb, amit tanulunk, hanem az, hogy hogyan. És ahogy annak rengeteg része van, tehát egyszerűen többet tanulunk abból, többet tanulunk a tanár-diák viszonyból, vagy abból, hogy a gyerekek saját célokat tudnak kitűzni, mint abból, hogyha megpróbáljuk megállapítani, hogy milyen tantárgyi tartalmat szeretnénk kitűzni, mert a hogyanból tudom az akár az önismeretet, vagy a kreativitást is erősíteni. De hogy egyébként, hogy mitől jó egy iskola, azt én nem feltétlenül mitben határoznám meg. Nekünk négy, vagy az én mentális modellem az négy részből állítja össze az iskolát, az a kik vagyunk, milyen értékrenddel. És az passzolja a szülőnek, mert egyébként, ha jól emlékszem, ennek az estének az a nagy kérdés, hogy a szülőnek mi itt a feladata. És hiszen az egyik legfontosabb megállapítani az, hogy az a közeg, az a környezet, az a csapat, az a közösség, az jó-e, az passzol-e az én értékrendemhez, ahova a gyerekemet szeretném berakni, akár rövidebb, akár hosszabb időre. Tehát a kik vagyunk, és hogyan viszonyulunk egymáshoz. És hogy egy példa a tanárdiák viszony szerintem őrülten fontos, hogy az-e a cél, hogy én megmondom, hogy mit csinálj, különben valami történni, vagy pedig mi a célod, és hogy tudom ezt segíteni. Ez a két radikálisan más modell. De a másik az nyilván maga a tanulási módszertan, amiről itt heteket lehetne beszélgetni. A harmadik szerintem az iskola fizikai környezete, tehát iszonyatosan fontos az, hogy egy börtönben vagyunk, ami a legtöbb iskola épület, vagy pedig például nagy nyitott terekben, vagy a zöldben, Gáboréknál, akinek éppen a szomszédjai leszünk hétvégétől. Fizikailag, Gábor, ezt ma láttam, hogy a
te irodád az én asztalommal pont szemben van, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nektek. A Grafiszó Parkban van, csak nem minden, nem biztos. Igen, a Grafiszó Parkban, és hogy konkrétan a szomszéd épületeit. De hogy a fizikai környezet iszonyatosan fontos, és a jó iskolának igen, nagyon fontos része szerintem az, hogy hova megyek be nap, mint nap, már ha muszáj bemenni nap, mint nap, amit persze most már tudjuk, hogy nem muszáj. És a negyedik része az meg a mindenféle kapcsolódó egyéb szervezet és közösség körülötte, de az egy másik történet. Tehát én azt gondolom, hogy rengeteg szempontja van, hogy jó, hogy mi a jó iskola, nem csak az, hogy mit fogok ott tanulni. És akkor ezzel rá is kanyarodtunk arra, amit így következőként szeretnék kérdezni, hogy ti azért már előrébb vagytok abban, hogy tapasztaljatok szülőkkel kapcsolatban. Péter, Radó Péter meg elmesélte azt, hogy szerinte ma a szülőknek hogyan, milyen dolgokat kellene figyelembe venni ahhoz, hogy a gyerek jó oktatást kapjon, és hogy már nem csak az iskola dolga ez. Szóval, hogy ti mit vártok el egy szülőtől, vagy mi az, amit, hogy is mondjam, szeretnétek, hogy ő adjon, illetve mi a legnagyobb kihívás nektek a szülőkkel kapcsolatban, amikor oktatásról beszéltek? Meg a gyerek fejlesztéséről inkább mondjuk így. HP. Peti. Hogy mit várunk el egy szülőtől? Aha. Én nem tudom. Én Máté Gábor könyvét szoktuk mi a családban sokat idézni, tehát hogy maradjon része a szülő a gyereknek, vagy a gyerek életének, a gyereknek, a gyerek életének. Amit a Péter úgy mondott, hogy tudatos. De szerintem, hogyha akik már itt vannak és erről gondolkoznak, azok már egyébként 80% siker. Tehát, hogy aztán most valaki megkérdezte a mobil használat. Szülőként hogy használod a mobilodat? Mennyit Facebookozol fürdetés közben? És aztán beszélgethetünk a mobil használat. Tehát, hogy mit, hogy... tanuljon a gyerek, néha, jó, ez kicsit ilyen vicceskedve gondoltunk, nálunk van egy ilyen tanulási szerződés, tehát a gyerek, a szülő és a tanár együtt leírja, hogy mit akarnak a következő trimeszterben elérni a gyerek. És néha azt gondolom, hogy minden egyes dolog, amit a szülő beletetett ebbe a szerződésbe, az vállaljon valamit, hogy most ő is tanulni fog. Tehát, hogy sokat beszélünk a mindsetről, van az a fals mindset, hogy én azt hiszem, hogy nekem gross mindsetem van, de aztán nem úgy beszélek. Tehát, hogy egy muszáj együtt dolgoznunk, vagy hát a mi iskolánkban muszáj együtt dolgoznunk, közös célunk a gyerek fejlődése. És ehhez kell sajnos dolgozni, és nem biztos, hogy elég lefesteni az iskola falát. Hogy az lehet, hogy túl egyszerű bemenni kalácsot sütni együtt, hanem hogy részese legyünk a tanulás támogatásnak. Ti egyébként ezzel küzdött, vagy ez egy küzdelmes dolog, hogy a szülő részese legyen a gyerek életének? Szerintem mindenki, a szülőként is küzdelmes, nem, hogy túl részese vagyok, a Vekerdi mit mondana, hogy elég és szabadba raktam a gyereket, vagy most beleszólok, mert a Radó megmondaná, hogy én vagyok a teljesítménykényszeres, vagy a Halácsi azt, hogy a nem vagy tudatos, szóval, hogy mindenki küzd ezzel, hogy hol van, ami nálunk nagyon nehéz, hogy muszáj erről beszélni. Tehát, hogy nálunk a szülői körön meglepődnek, hogy a szülők egymáshoz fordulnak, és arról kezdnek el beszélni, hogy én is szülő vagyok, te is szülő vagy, most hogyan csináljuk, mert mit tudom én? Mi legyen a mobillal a kapcsolatunk? Tehát, hogy erről muszáj együtt dolgoznunk. Küzdelmes? Igen. Tehát, hogy megbeszélni dolgokat emberekkel, nagyon küzdelmes. Szóval küzdünk ezzel szerintem. De ez jó. Tehát, hogy ez a küzdés maga a gyereknevelés. Tehát aki tudta azt, amikor megszületik a gyereke, hogy mivel jár, az nem vállalta volna. Tehát, hogy... Igen, köszi. Barna, nálatok ez hogy van? Abszolút. Egyetértek, ez a részvétel, ez nyilván nagyon fontos. A másik, talán egy másik területe az, hogy honnan tudom, hogy mi történik, hogy történik-e valami olyan, amit gondoltam, hogy történni fog, és hogy tanul egy gyerek egy olyan környezetben, ahol nem osztályoznak például, vagy nem az a mérce, vagy a felmérő, meg a dolgozat, amik a egyszerű dolgok. És hogy nem rettegek attól, hogy az én gyerekem majd lemarad, meg a szomszéd Pistike az már itt tart matekból, meg négy nyelven beszél. És szerintem ez egy iszonyú fontos szerepe a szülőnek, hogy vagy lehetne a nyugi,
és hogy bízom-e magamban, bízom-e a gyerekben, bízom-e abban a döntésben, ami az egész folyamatnak nyilván az elején van, hogy hova kerülünk, akár mint család. És én azt gondolom, hogy ezekben a sulikban az egyik legnagyobb kihívás az, hogy honnan tudom, hogy rendben van, és tényleg egy komplex változás a gyermekben. Úgyhogy én azt várom el a szülőktől, hogy ebben lehessünk partnerek, hogy erről tudjunk beszélni. Meg nyilván egy csomó más is, de még a falfestés is bejöhet. De ez nem kötelező. Van ez a Growth Mindset nevű dolog, amit a Halácsi Peti említett, és amivel így egy picit korábban már néhányatokkal beszélgettünk, például a dicséretadás kapcsán, de hogy ebben mi igyekszünk olyan tudást is, vagy azt is átadni valahogy, hogy egy gyereket ne, meg egy embert, s magadat sem ne, ahhoz mért, hogy a másik mit képes, mit tud csinálni. Én soha nem fogok tudni úgy sakkozni, mint Polgár Judit, de valószínűleg nem fogom magam lehúzni a vécén, mert nem tudok úgy sakkozni. Azaz, hogy magamat magamhoz mérjem, és egy gyereknek is a tudását önmagához mérjem, hogy az előző naphoz képest mennyit tudott fejlődni másnapra, vagy harmadnapra. Most ez csak ilyen zárójelesen akartam mellé tenni. Bolyár Gábort most csak azért nem kérdezem, mert neki kevéssé van szülőkkel dolga valószínűleg az EIT-ban. Radó. Azért valami ez nem értek, az még hozzászól. Ja, akkor nyugodtan, tehát véleményt. Azt hiszem tulajdonképpen, hogy minden szülőnek természetes ösztön, hogy azt szeretné, hogy a gyereke boldog legyen. Ez belülről jön, ez teljesen természetes. Ennek érdekében úgy gondolom, hogy egy szülő feladata, inkább azt mondanám, hogy mit ne csináljon. Ne csinálja azt, hogy a gyerekétől azt várja el, hogy olyan legyen, mint ő. Hanem próbálja meg megérteni, hogy ez a gyereke mitől lesz boldog. Ezt érzem. Ha nem érti meg, akkor megtalálja meg azt, hogy a gyereke legalább. Ne diktáljon a gyerekének, hogy szerintem neked ettől kell boldognak lenni. És általában ezt a hibát elkövetik, mert magukból indulnak ki a szülők, és tényleg ez egy természetes reflex, hogy azt várja a gyerektől, hogy olyan legyen, mint ő, pedig hát nem olyan lesz. Azok a gének azért mutálódtak, miközben örökítettük őket, nem ők. És ezt értse meg, hogy önálló lény. Hát meg talán, amiről a Radó Péter az elején beszélt, hogy az a múlt, amivel mi vagyunk, amikor én gyerek voltam, az már egészen más. Szóval ez egy tök más világ volt, mint egy más világegyetem lett volna ahhoz képest, amiben most vagyunk, szóval ezt nem is tudom. Hát mondjuk etikára nevelheti a szülő is a gyerekét. Főleg, hogyha mintát is tud mutatni. Ez már nem biztos, hogy általános. Radó Péter, van ehhez gondolatod? Gondolatom nem biztos, hogy bármiről van, de mindenről tudok valamit mondani, tehát praktikusan ebből élek. Szabad reflektálnom néhány dologra, ami eddig elhangzott. És akkor tulajdonképpen inkább egy kicsit játszom mások gondolat, olyan emberek gondolatával, akik vannak, van ilyesmiért. Az egyik az, hogy a szabad visszakanyarodok arra, amikor Gábor megint úgy gondolta, hogy vitatkozik velem, de már másodszor derült, hogy azért gondolja, hogy vitatkoznia kell velem, mert nem fogalmazok érthetően. Tehát én nem azt mondtam, hogy a teljesítmény rossz. Azt mondtam, hogy a teljesítménykényszer rossz. Az elvárásunk rossz, hogy valamilyen külső elvárásnak kell megfelelni. És az igazi kérdése tekintem, az igazi különbség a külső elvárások és a saját belső motivumok között van. Amit én mondani akartam, az, hogy azt a fajta teljesítménykényszert kellene valahol, vagy abból kellene visszavennünk, ahol abból indulunk ki, hogy a gyerek a jutalomért és a büntetésért tanul, vagy emiatt tanul. Minden rizsa, amit az elején nyomtam, arról szól, hogy alakuljanak ki azok a belső motivumok, amik, ha úgy tetszik, azzá teszik a gyereket, aki valamilyen területen képes nagyon magas teljesítményt nyújtani. Tehát e tekintetben szerintem nincs vita közöttünk. Ez tulajdonképpen kapcsolódik a szülői problémához, azért is mertem idehozni. A másik, egy dologra hagy reflektáljak abból, amit a Judit mondott, hogy mi az iskola hozzáadott értéke ebben az egész történetben, hogy ez csak szocializál. Az a jó helyzet van, hogy az iskola hozzáadott értéke brutálisan nagy, éppen azért, mert szocializál. Tudnélik, hogyha van nagyon hatékony
a lehető leghatékonyabb formája a tanulásnak az a gazdag, szociális, sokféle szociális térben zajló gazdag interakciók világa. Tehát nem akkor tanul igazán hatékonyan a gyerek, amikor otthon egyedül tanul. Az is kell, feltétlenül, de a tanulásnak a leghatékonyabb módja éppen az, amit az iskola képes lenne nyújtani, ha csinálna. Ha nem osztálytermi tanulásra rendezkedne be, hanem hagyná, hogy a gyerekek egymással is beszélgessenek, vitatkozzanak, dolgozzanak együtt valamint, csináljanak valamit, és hasonló. Tehát ez a szocializációs hozzáadott a értéke az iskolának, ez döbbenetesen sok. Éppen ezért nem hiszek abban, hogy az iskola majd meg fog szűnni, és bevonul a izébe valami mesterséges intelligencia majd ki fogja váltani az osztálytermeket, meg a pedagógusokat. És még egy rohadt dolog, fontos dolog, szeretném kihangosítani azt, amit a Halácsi Peti mondott ezzel a kihúzás dologgal. És ezt is azért mondom, mert a szülői elvárásunkat is elképesztő mértékben kellene, hogy befolyásolja. Lehet, hogy bele kéne törődnünk abban, hogy nem baj, ha a gyerekek foltszerűen műveletlenek maradnak. Egyszerűen nem kell műveletnek lenni. És az én gyerekeim már abban az értelemben nem is műveltek, amilyen értem, mind a három meglehetősen sikeres, már felnőttek, fiatal felnőttek, mind a három meglehetősen sikeres valamilyen területen, de abban az értelemben, ahogy az én bölcsész műveltségem mércéjével mérhetnénk, tök műveletlenek. Engem bevallom, nem érdekel, hogy egy gyerek nem tanul a Janus Pannoniusról soha, ha ne leslek hobbiból haiku verseket ír. Ha értitek, hogy mire gondolok. Ez a kihúzás, tényleg itt kezdődik minden, hogy milyen típusú elvárásainkat tartjuk meg, amiket Gábor mond etikáról, az jó, ha megmarad, amiket a Barna mond arról, hogy ismerjük meg a természetet, éljünk meg vele, jó, ha ez benne van, egyszerűen szelektálnunk el. És nem kell feltétlenül sem a Szovjetunió 20 millió hősi halottjának a neve, és lehet, hogy a feleségem magyar tanár, most szerencsére nincs itt, lehet, hogy megölne, de nem kell Janus Pannonius sem szerintem feltétlenül. Úgyhogy ez a küzdelem, amiről a Péter beszél, a Halácsi Péter beszél, ez a folyamatos küzdés, abban benne van az, hogy szelektálunk, hogy mi az, amit mindannak ellenére fontosnak tartunk, hogy tulajdonképpen semmit nem kellene igazán fontosnak tartanunk, és mi az, amit egyszerűen elengedünk, mert nem feltétlenül van rá szükség. Szerintem, bocsánat, de ez egy nagyon fontos, hogy kiről van a bölcsek köve, ki mondja meg azt, hogy mit kellene húzni, vagy berakni, vagy nem behúzni. Szóval ez egy iszonyatosan veszélyes terület, mert abban a pillanatban bejön, hogy milyen körben nézzük ezt meg. Már egyszer felülsz a repülőre, onnantól kezdve tök más a sztori, de ha akár három különböző országbeli gyermek van együtt, onnantól kezdve már kidönti el, hogy mi az, ami nagyon fontos, akár tartalmilag, vagy kulturálisan nekik. Szóval ez egy reménytelen verseny, amit... Erre csak egy válasz van, mégpedig procedurális válasz, és nem tartalmi válasz. Beszélni kell hozzá. Tehát, hogy ha én is megkaptam volna a kérdést, hogy milyen a jó iskola, akkor azzal kezdtem volna, hogy a jó iskola nyitott. Abban az értelemben, hogy a tantervet nem előállítja, tehát tantervi szakértők tudását lefordítja valami algoritmusba, hanem kialkudja a tantervét, hogy szülők, gyerekek és pedagógusok alkut folytassanak arról, hogy mi az iskola tanterve. Ez az alku folyamat, a szelekció. És ugyanennek az alkunak kellene folynia arról is, hogy van-e közös minimum. Nemzeti minimum. Van-e közös tanterv? Ha van közös tanterv, akkor ennek mitől kellene távol tartania magát, és mi az, amit bele kellene valamilyen módon foglalni. De erre is csak procedurális válasz van. Beszélni kell róla, alkut kell folytatni róla, valahogy meg kell egyezni róla. Bocsánat, túl sokat kötyögtem. Nem, mert nekem nagyon tetszett. Közben érkeznek kérdések, és ha nem bánjátok, ezeket olvasom is, aki úgy érzi, hogy szeretne rá válaszolni. Én Adrián. Igen. Meg, hogy engem nem vettek fel az egyetemre. Nem volt elég pontom.
aztán bekerültem az egyetemre, nem kerültem be informatikára, mert villamosmérnöknek, akkor még az rosszabb volt, nem tudom, hogy most is hogy van. A haverjaimhoz képest szerintem zseniális voltam, csak ott más haverok voltak, szóval, hogy aztán bejöttek a fazekasosok, nem tudom, mennyire nyilvános ez a beszélgetés, ők nagyon tudtak deriválni, én nem tudtam deriválni, úgyhogy nem voltam túl jó első évben matekból. De aztán most szerintem jól vagyok. Tehát, hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem nem igaz az, hogy a felvételi egymáshoz hasonlítja. Az a kérdés, hogy hova felvételizel, hogy küzdesz-e azért. Én egy évet külön órákra jártam matekra, hogy fölvegyenek a villamosmérnök arra. Aztán majdnem elment, majdnem van PhD-m, szóval azért rendben vagyok, nyugi. De ez szerintem tök fontos, hogy persze mindig vannak ilyen tesztek, meg vizsgák, meg megmérettetések, de az, hogy te oda eljutsz-e, és melyik vizsgát választod, melyik egyetemre akarsz bejutni, egyáltalán ebben az országban gondolkozol-e, vagy az SAT-ben gondolkozol, vagy a, nem tudom, vagy a, abban a 200-ban onnan a Gáborékhoznak, szóval az viszont már ilyen tök egyéni dolog. És szerintem ez sokkal fontosabb lesz egy adott ponton egy azoknak a gyerekeknek az életében, akikről mi beszélünk. Mert... Csak hogy mindenkinek teljesen nyilvános vagy világos legyen, hogy Adrián azt írta, hogy nagyon szép, hogy egy gyereket magához mérjük és dicsérjük azért, hogy magához képest fejlődött, viszont egy ponton középiskolai felvételi, felsőoktatási felvétel, munkavállás másokhoz lesz mérve, és hogyan kezdjük erre felkészíteni a gyerekeket, hogy közelíti meg ezt a kérdést egy jó iskola, tanár, szülő. Van egy mondás, hogyha te vagy a legokosabb abban a szobában, akkor rossz szobában vagy. Tehát az viszont a mindset, hogy akkor mész a következő szobába. Tehát, hogy jaj, de jó, hogy te voltál a legokosabb. Mehetsz tovább, vagy megállhatsz. Hogy tegyek ezt hozzá egyet a nemzetközi egyetemeken, hogyha a standardizált tesztekkel szeretnénk bejutni, akkor soha nem fogjuk megverni az ázsiaiakat most már. Tehát olyan gépezet alakult ki erre, az angol matekre alapvetően, hogy teljesen reménytelen lenne, hogyha ez lenne a felvételnek az alapja, de hogy nem ez ma már az alapja. És lehet, hogy összehasonlítanak, de igazából amit én látok, hogy a legjobbak azzal hasonlítanak össze egymással, hogy mennyiben vagyok más, mint a másik, és nem mennyiben vagyok azonos. Mennyiben vagyok képes valamit létrehozni, valamit csinálni, valahogy másként gondolkodni, és ehhez viszont egy nagyon más típusú alapiskolára van szükség, hogy magam lehessek, és más lehessek. Persze vannak bizonyos dolgok, amit jól kell tudni csinálni, de ez egy nagyon szűk dolog. Az összes többi az azért folyik a verseny, hogy ki az, aki különleges ma már. Köszönöm. Csak egyetlen egy mondatot, ha szabad ez a kérdéshez. A rossz iskola a tesztre venni rossz. A jó iskola pedig azokat a készségeket fejleszti, amik képessé teszik a gyereket arra, hogy bármilyen teszt kitöltésére jó, könnyen fel tudjon készülni. De ahhoz, hogy a jó, valahová ide jusson el, valaki ahhoz az első néhány évben teljesen igaz, az, amit már nem tudom, kimondott, hogy nem kell halálba frusztrálni a gyerekeket, és ilyen. Aztán világos volt, amit megpróbáltam elgügyögni. Igen. Köszönöm. Bori Simonovics Bori kérdezi tőletek, hogy mennyire jó teljes mértékben rájuk bízni, korlátozni, mert a 10-14 évi közötti gyerekekre, hogy hogyan töltik a szabad idejüket a kiskamaszok. Korlátoznátok-e, és ha igen, mennyire korlátoznátok szülőként a gyerekek eszközhasználatát, ha alapvető játékra, social médiára használják, és nyilván ebből is nagyon sokat tanulnak, de ott van a sok másik szempont. Nyitott a kérdés, aki szeretne rá válaszolni. Hát itt értékrendek vannak, és a szülők értékrendjei hát különbözőek. Uh-huh. Nyilván egy liberális értékrendű szülő, mint amilyennek magamat is érzem, nyilván nem korlátozná, de attól én még tisztelem a konzervatívokat, és akik úgy gondolják, hogy az a jó, hogy ezt korlátozza. Uh-huh. Okay. Szerintem a... Nevezzük így a korlátozás helyett, hogy orientál. Jó. Ha szabad valamit, szerintem a szabad idő a legfontosabb tanulási idő. Ezért
éppen ezért nem kell nagyon beszabályozni és korlátozni. De nekem az a benyomásom, hogy a szülők általában, hogyha benne maradtak, vagy a Péter fogalmazott, benne maradtak a gyerek életében, akkor abban az értelemben nagyon jó képesek orientálni a gyereket, hogy minél sok minden sokfélébb dologgal töltse el az idejét. Tehát nekem nem az a problémám, hogyha egy gyerek bízét játszik egy konzollal, nekem az a problémám, ha 3 napra ebbe beleragad, és más nem csinál. Tehát, hogy a kérdés inkább egy ilyen egyensúly, és itt is inkább a kommunikáció lenne a lényeg. Szerintem, amit nagyon fontos kiemelni, most ez mindegy, hogy liberál, tehát nekem mindegy, hogy tiltod, vagy awareness tréningeket tartasz otthon, tessék foglalkozni a mobil használattal, mert minden szoftvervállalat drogot készít. Azt akarja elérni, hogy a te gyereked minél többet használja az eszközt, lehetőleg az ő profitjának növelésére, és lehet, hogy nagyon rosszul hangzik, én is ezt csináljuk mi a szoftver cégek. Azt szeretnénk, hogy használjátok a szoftverünket. De hogy ez szerintem nagyon fontos. Wow. Erről kell beszélni. Tehát, hogy, és nekem mindegy, hogy megtanítod a gyerekedet tudatosan és erről, tehát hogy lehet bort is inni úgy, hogy finoman és tudatosan használod a bort, meg lehet, csak hogy ne legyen mindenki addiktív 14 évesen. Ez nagyon brutál. Ez egyébként azt hiszem, hogy nem az iskolaalapítóknak a véleménye számít, csak tehát, hogy bárki hozzászólhat, de én csak egy példát hagyd mondjak, nekem egy 12 és egy 15 éves gyerekem van, akik nem telefon és kütyű addiktek, és ezt nullakoruk óta kezdtük el csinálni, amikor csak szombat reggelente volt egy film, és abban meg kellett állapodni, mit nézhetnek meg, és nem volt más. És nem őrülnek meg, és nem szenvednek tőle. A Covid nyilván nem segített a nagyobbiknak, de hogy ez abszolút, Péter, ezt kimondta, ezt a drogot, ugye, amit a social dilemma is mond, ez brutál. Szerintünk, mint család, mondom csak ezt, ez az abszolút az addiktív dolog a képernyő, meg a ketyerézés. Tehát, hogyha ezt el lehet kerülni, iskolai szinten is nyilván erre megvannak a módszerek, hogy mit lehet, meg mit érdemes gépen, meg gép nélkül, de ez most csak egy darab szülőnek a véleménye, hogy abszolút így gondolom én is. Ezt nagyon szépen köszönöm. A kérdéseket nyugodtan küldjetek hozzánk, és ezt igyekszünk majd feltenni, és igyekszünk erről valahogyan kommunikálni. Meg persze lesz még karanténszalon. Várhatóan körülbelül 2 hónap múlva április második felében. De ezzel majd akkor jelentkezünk, úgyhogy köszönöm a figyelmeteket.